következzék az én fotóalbumom, amiben koncertjegyek vannak, kettes felvonás. És akkor nézzük. Azt beszéltük meg, egy kis egyeztetés picit volt az előző videóhoz képest, hogy ne legyen nagyon ismétlések, hogy ami már volt az előzőekben, az, és nekem is megvan, együtt voltunk egy helyen, és egy plusz emlék nem jön a fejünkből elő, akkor azt azért ugorjuk. Ja. Szóval nem titkolás vannak azok mögött, hogyha esetleg valamit kikerülünk. Dehogy nem. Illetve, de ezt úgy sem mondjuk. Persze, el. Az is. Illetve vannak, mint benne olyanok, amik esetleg nem koncertjegyek, azt is átugorjuk, egy később időpontra tesszük. Na de. Ó, itt le van ragasztva. Mindegy, látszik szépen. Látszik. Hát az előzőekben benne volt az a Therion Moonspell, Ossian Kalapács klubjegyek. A Moby Dick az, ami nem volt. Igen, a Moby Dick húsvéti, ez az a bizonyos életemben első elklubos és koncertje. De látod, hogy ez nem az, amikor megismertük egymást? Nem. Az mert március 30, és mi meg akkor, április. De ott voltál, már ott voltál ezen is, csak akkor mi még nem ismertük, hanem... Ja, mert ektomorf. Igen, ott voltál, nem, inkább a Nevergreen szerintem, hogy jelen voltál, csak március 30-a után jött az a bizonyos június 13-ai Junkies, meg egyéb, de, igen. És az után, június végén jöttünk össze. Tehát a március... Mi van az orrodon? Hát szösz. Szösz. Szóval március 30-án találkoztunk életünkben először, csak úgy, hogy találkoztunk, összehozta a sors az egy buliba a megjelenést, és eltelt 3 hónap ezek szerint, ennyire amikor mi nem voltunk tudom együtt. Ezt ennyire már. Hát itt a szokásos riffröff, na hát itt benéznek egy-egy mozi jegyek, de ezekről most külön nem térünk ki, mert nagyon sokat jártunk. Nagyon sok mozi jegy van, és arról is van egy külön gyűjtemény, és azt is meg fogjuk majd a videóba örökíteni. Ez egy számla a régi lakásba, amikor újítottunk. Ja, Balázs Béla, igen, amikor a... De nem kell érezni, nem kitérni, mert ez nem ide tartozik. Nem? Igen, gipszkartonfalat csináltunk, és annak a számlája. Azért elmondja. Na de pedig én viszont... azt akarom, hogy sejtelmes legyen, de ő elmondja. Viszont annak ellenére, és ezt azóta se értem, hogy itt egy Iron Maiden jegy van, ami hogy nem véletlen, hogy kerül ide. Én meg hogy kerültem az Iron Maidenbe, amikor is annyira, sőt, jóformán szerintem mondhatom, hogy nem annyira kedvelem az Iron Maiden, de mégis elmentem egy koncertre. Valószínűleg az szokásos felállás volt, akkoriban volt lóvé, volt időm is, pénz is meg volt. És társaság. Társaság, akivel el lehetett menni. Szerintem lehet, hogy pont a Józsi volt, aki el akart menni, és én Józsi akkor... Józsival Iron Maiden. Vele, hát utána készült az a fotó, amiről beszéltünk, amit most előkerült. Ő meg a Smiley. Igen, azt így. Na, azt akkor az valószínűleg ez az volt, hogy meg. El akart menni. Jó, de megvan, de... mert addig a Smiley-val mentünk teázni. Igen, és ez egy az derék június volt, 7-ei az is. Koncert. Mikor volt ez évszámban nézve? Nem tudom, de Iron Maiden jegy 4900 forint volt. Igen. És... Nincs évszám rajta, nincs. Hogy mikor. Nincs. Nehogy már ne legyen. Pedig az nincs. Ott egy évszám. A... Jó, nem. Nem? Nem, az csak annyi, hogy június 7, 20 óra. Jegy is nincs rajta az évszám. Na mindegy. Jó, hát de akkor még legalább színás volt és rendesen. Stratovarius Rhapsody, az előbb az volt, mint jegy, de nem említettünk hozzá semmit. Az egy jó koncert volt, az is egy szabadtéri, Pecsa szabadtéri koncert volt. És azon szintén egy jó nagy társasággal voltunk. Általában... A Summer Rocks-szal nekem ez most keveredik. Ez nem a Summer Rocks-on volt ez a kettő együtt? Nem, ez 2017 április 20. Hát az nekem semmi. Áprilisi nem lehet szabadtéri. 2000 április. 2000, igen, nem lehet szabadtéri. Igazad van, akkor ez nem az a Rhapsody, az azért akkor ez mondom, egy másik. Azért mondom, mert a Summer Rocks volt a... Azon, jaj, meg itt egy előzenekarként van. És az nem egy előzenekar volt, nem emlékszem. Tudom, de itt elég üres kés. A miért üres, annak majd a későbbiekben félrenyeltem. Lesz magyarázat, az a hiányzó Manowar koncert jegyek. Elmegy a hangom, kis vizet. Köszönöm.
visszatértünk. Szóval, ez az ürességek, ami az albumban látható, annak oka van, ugyanis kikerültek belőle jegyek, ami majd későbbiekben lesz bemutatva, különben annak jóval nagyobb története van, mint hogy túlszaladjunk rajta. Aki ismer, szerintem tudja, hogy miről van szó, és mi hiányzik. Hát itt a szokásos sörkertjegyek, az nekem is, ami talán nem volt annyi viking jegy, itt valahogy hát itt csak jobban kettő darab. Igen, itt a sörkert, Wigwam, minden. A sörkerte kapcsolatosan talán azt még befűznénk, mert aki már például nem látta a pecsát, annak már nincs is csak emléke benn meg az a kép, hogy egyáltalán ez hogy nézett ki, és hogy zajlott. Ez tulajdonképpen a pecsának a oldalt, a szabadtéri színpad előtt, ahogy bementünk a kapuba, egy jobbkéz felől egy ilyen kis színpad volt, és ott volt egy színpad, hát ahol... a színpad előtt sörpadok voltak. Sörpadok voltak, igen, és ahol a oszlopok voltak a fedett résznél, ott, hogyha eső volt, vagy rossz idő volt, ott is el lehetett lenni, mert ott fedett rész volt. És lényegében lement a Sing Sing, ugye? Az volt mindig, Sing Sing volt. Sing Sing volt, aztán rock diszkó. Ő hozzá kapcsolódott, és rock diszkó volt. Hajnalig zárás, az reggeli időben volt. Hát, szerintem az nem volt hajnalig, az csak éjfélig. Éjfélig? Fú, az nincsen. Ja, nem, éjszakaival mentünk el a pecsától. Tuti, hogy éjszakaival, mert ott kimentünk, még mindig ott a hosszú úton, ott elég messze jutottunk, elég lassan jutottunk el a busz megállóig általában. De nem, és az erre éjszakai gondoltam. Megállók, hát mire gondoltam? Te felkarcoltál oda egy téglára engem. Igen? Ja, tényleg a busz megállóban van egy téglafal, ami ilyen tégladíszítésű, nem is a fal, nem, téglából épült fal, ilyen dísztégla, és ott most egyik, talált ki, hogy igaz volt egyik egyáltalan. Egyik, elmegyünk, és akkor megnézzük majd. Szóval az úgy nézett ki, hogy ez egy szabadtéri rendezvény volt, és általában ott voltunk nyitástól zárásig, vagy hát a nyitás az nem is, mert melóból úgy volt, hogy mentünk oda, én legalábbis amikor mentem oda melóból, és jöttünk, reggelig volt hajnalig, mert elég fáradt voltam a sörkertes napokon utána a melóba. Én úgy emlékszem, hogy ott pont mindig volt a izé, hogy ott nem lehet reggelig lenni, mert a környező lakók. Ja, az lehet. De lehet, hogy nem éjfélig, de nem, az a nagy színpadra reggelig vonatkozott, mert hogy ottan sokkal nagyobb hangerő volt, de itt nem volt olyan nagy hang. Hát emlékezz vissza, volt az, amikor a... Na, mondjad, az milyen zenekarnak milyen száma, Pokolgép vagy Omen, amikor az ördög templomba ment, síri csendlet oda... Na, azt a számot, amikor elkezdtük énekelni, mi ketten, hárman, négy, nem tudom hányan voltunk, mi elkezdtük énekelni, és ott az összes vendég, aki még rajtunk kívül ott volt, ugye folytatták, de ezt úgy, hogy a zárás percében. Tehát emiatt annyi perccel hosszabbodott meg az akkori buli, amíg ezt végig énekeltük mindannyian. Sőt, erről eszembe most így az jó élmény volt. Szokás, igen. Szokásról a buliba, hogy amikor a Bon Scott emlékére a melyik szám volt az, amelyik megszólalt mindig. Hát a Bon Scott emlékére. Igen, de arra a számra, hogy mindig letérdelt a teljes ott lévő, szórakozó ifjúság. Öngyújtó, mert akkor igen, még ugye bendohányoztunk, mondjuk amúgy is lett és volna nálunk. És úgy énekeltük el a számot, szóval ez minden rockbuliba így volt. Ez még a rock diszkóba is. Arra gondolok, igen, a rock diszkós résznél, ahol ezeket a számokat lehetett kérni. És jó volt, mert lehetett itt is kérni számot, itt is teljesítették, szóval egész jó hangulatú bulik voltak. Amúgy én egyszer nem kértem soha sehol számot. Én kértem, azért mindig ott volt a Alice Cooper, meg egy-két szám azért benézett, meg a Manowartól is mindig volt kérve szám, szóval. De volt egy-két helyem, ilyen, mint például a röfim, hogyha eljutunk egy röfi jegyhez. Ott majd mesélem. Ezek ugyanazok, ami nálam is voltak. Ez is ugyanaz. Ez nem volt szerintem. Akel a lemezbemutató búcsuk, de volt, az megvan. Ez is megvolt, csak más elrendezésben. Hát itt még, egy pár szigetjegy, ami karszalag, ami nem volt nálad, 98-as. Hát akkor elég aktívan voltunk itt, a színeket is nézzük, akkor ez öt itt nap. Itt erre emlékeztem, itt van az a kockás, a legrégebbi szigetjegy. Ezt, igen, ezt a szigetkarszalagokkal, ezek olyan karszalagok, amit nem mi vettünk meg.
Igen, amiket hogy, a punk csaj, amit meséltem. Igen, akkoriban... Tehát ellestük a technikát, és igazából akkor, nem igen. Csak mi, hanem elég sokan. Igen, elég sokan. Akkoriban ezek a karszalagok, amikor kijött valaki, akkor le lehetett venni, ma mondjuk ő megnézte a délután, vagy esti programon, és akkor le lehetett venni az illetőnek a kezéről, megkérdeztük, hogy nem engedi, hogy levegyük a karszalagot, és ő engedélyezte, és levettük úgy, hogy utána mi magunk fel tudtuk ragasztani. De ez egy ilyen bejáratott dolog volt, ezt sokan csinálták. Olyat is láttunk, hogy emlékszel, arra nem tudom, együtt voltunk. Hogy volt cellux, anyuka meg olló, felkészülten, kis ricsikül. Cellux-a ollóval, igen. És még itt beragasztva is, nem tudom, mennyire látszik. Várjál, oda tartom, megmutatom. Még így közben. Beragasztva is egész jól össze lett rakva az a rész. Nem kell, lehajtom, és úgy elég. De itt a felső. Igen, is. Igen. Tehát ezek mind ilyen ez a lényeg, itt ez a rész, nem tudom, hogy forgassam, hogy azok a kis perforált részeket, azokat a pici darabokat, azt mind úgy kellett letépni, hát óvatosan leszedni. Óvatosan lebontani, igen. A vadidegen embernek a karjáról, aki megengedte, hogy utána visszarakható legyen úgy, hogy az ne legyen észrevehető, de úgy volt megoldva, hogy hátul celluxa össze volt ragasztva, azóta fejlődött. Voltak ott technikák, többféle megoldás, de hát azóta ezt nem lehet megcsinálni. Hát én még a vonatjegyeket is elraktam, hogyha mentünk valahová, akkor egy-két vonatjegy az a bulik miatt. Az meg volt itt szintén mozi egy, amire nem térünk ki külön. Az egy régi vonatjegy. Hát, az a karton. Igen, az még a sima karton. De ez nem, várj, ezt tudod milyen vonatjegy? Ez na. A Széchenyi hegyre. Teljes ja, áru. Kis törővasút. Igen. 140 forint volt. Szerintem az most sem nagyon 140 sok. Forint volt. A állatkert, mert hogy jártunk oda is a belépőjegy. Milyen szép nagy belépő volt, igen, nézd és meg. A másik oldalán azt hiszem, hogy térkép van az állatkertről. Hát 650 forint volt az állatjegy. Akkor, hát ez mikor van? Állatjegy! Valamikor 2000, nem? Hát nem tudom mikor ez. Mindegy, végül is már koncert. Kicsit eltértünk a rock történetből, de hát ez a kis na de aztán itt van egy Akella különleges na, jegy. Na, azt szeretném megmutatni, hogy külön el van rakva, azt egy mondd el, hogy kártya az? Volt a belépő, és a szó szerint a kártya paklit kaptunk a belépőjegy mellé. Beszélj, amit most közbe. Megmutatsz közben. 2002-es dologról beszélünk. Mennyire kreatív volt akkoriban a szervezők, majd nem tudom kinek köszönhető, hogy ilyen dolgokat ilyen kitaláltak. De amúgy is az Akellánál voltak ilyen kreatív dolgok. Például volt, amikor a póló volt maga a belépőjegy, emlékszel? Igen. Hogy olyan belépő volt, hogy a maga a póló eleve volt. A Vidán Parkban volt a koncert. Igen. Őnekik volt olyan, hogy az állatkertben is volt koncert, abból volt is nagy balhé, mert hogy az állatvédők, ugye. Igen, meg a Vidán Parkban is volt. Szóval ez egy ilyen fél, hát azt hiszem azt mondták, hogy fél pakli kártya. De ez nem olyan, amivel lehet játszani, nem? Ez de! Csak ilyen látsz... Ja, rendesen lehet, csak úgy ja, a hogy darabszám neki az ász, meg minden, igen. Darabszám nem stimmel. Szóval ilyen is volt annak idején ezt a jegy mellé. Ez olyan szép, lehet ez az előbb volt, már nem tudom. Ott a farkas. Na, menjünk tovább, mert így. És hogyha már Akella is farkas, akkor nem véletlen került be valószínűleg a Farkasok Szövetsége című filmnek a mozi jegye. De ezt, mint mondtam, majd külön. Ez volt a belépő az Akella koncertre, egy pakli kártya. A másikon meg, ahogy mondta, egy póló. De ez milyen jó volt. Igen. De amúgy póló máshol is volt ám jegy. 2011-ben is volt egy pár sziget, akkor még mindig voltak rock. Ott ilyen Metal Hammer sátor külön színpad volt. Mi és amíg, ami igen, szigeten, és amíg az volt, addig voltak jó bulik, és oda mentünk. De szerintem 2002 volt az utolsó, ami, ha jól emlékszem. Amilyen volt karszalag, és akkor ott vége is lett a szigetnek, talán utána egyszer vagy kétszer előfordult. Hát, ezt így évszám. De már nem vagyok biztos benne. Ez volt, az biztos. F-ot 2004. Az a Balaton? Ez a Balatoni, igen. Életünkben akkor találkoztunk először a Balatonnal, de akkor is éjszaka. Ne, én voltam azért, de te együtt, voltál? Igen. Akkor voltunk először. Hát az egy kemény túra volt, mert már nem is tudom, mi voltunk ott, de arra... 69 Eyes. Koncert volt, meg még mit tudom, hogy micsoda.
arra, az rémlik, hogy az így nagyon most megvan bennem, így előjött, hogy elég hűvös volt, az lehet, meg fáradtak igen, voltunk. Igen, hűvös és volt. Ja, még a Balaton, nagy a Balaton hullámok voltak a Balatonnak. Az előbb ilyen szőszólt szerintem, ami most elszállt. Azért nem nagyon kalimpaj, mert lehet... Ja, ott van rajta a kabátodon is ilyen kis kép. Vagy kabát? Nem, amúgy kabátban vagyok. Nem, kis amúgy kulcsi. Bőrkabátban, igen, ez ide tartozik. Én bőrkabátban jártam. Én is bőrkabátban. Hát az nem kabát volt, az Jackie volt. Bőr Jackie-be, igen. Neked nem volt a hosszú. Zenekaros pólókban mindig, meg acélbetétes bakancs, az is meg volt. Szóval próbáltunk a stílushoz illően öltözködni akkoriban. Csak nekem nem sikerült az is fontos soha. Volt. De meg volt, már bakancs meg volt, még külön emlékszem, amikor pont a Józsi felhozta, hogy amikor jártam melózni, még külön kértem azért 35 ezer forintot, hogy vegyünk bakancsot, egyet nekem, meg egyet neked. És akkor az milyen áru dolog volt? Mártens bakancs, vagy mi volt? Hát ő úgy mesélte, azt hiszem. Igen, Mártens bakancs de volt, azt hiszem. De én a Jettára emlékszem, 14 ezer forint volt akkor az a bakancs. És... Nem is tudom elképzelni most mennyi lehet. Hú, igen. Szemmel, de menjünk közben tovább. Szemmelroksz azok megvoltak. Hát itt, ami még benéz egy, ha már itt van ezen, külön nem fog ilyen mesterségek ünnepel, 400 forintos belépő a várba. Elég sokat jártunk a 90-es évek végén, meg a 2000-es években a várba. Gellérthegyre várba. Anélkül, igen, Gellérthegyre, szóval... Sokat kóbászoltunk Budapesten, a városba, igen, hogy igen. Már nem vagyunk ott, meg eljöttünk. Sokat kóbászoltunk, és sokat gyalogoltunk, és nem féltünk felmenni se a normafához, se az ilyenekre, hogy hát de budai az, vár. Igen. Viszont ilyen, hogy egy budai várba egy fesztiválért még külön belépőt kérnek el, nem, most rosszul mondom, én arra gondolok, amikor a belépőt elkérik egy, mit tudom én, és vannak ilyen pálinka fesztivál, meg mit tudom én, milyen fesztivál, kifejezetten egy adott termékhez kötődően nevezik el a fesztivált, fölmész a várba, és akkor van egy idő után tudsz menni, mert el van zárva, kapu van, és akkor onnantól kezdve fizetned kell azért, hogy tovább mehessél. És ezt én nem tartom fernek, mert hogyha egy pálinka fesztiválra elmegyek, ott eleve költök, azért mentem oda, hogy kóstoljak, nem? Mármint aki, mármint aki a pálinkán pármikor én biztos volna. Nem. De, na, szóval az olyan, hogy mindig akkor botlottunk bele ilyenekbe, amikor mi csak úgy akartunk menni a várba, mert oda sokat jártunk tényleg fel, csak úgy körülnézni, ja. Sétálni. Szerettük, hát a 90-es helyen. Évek végén, igen, amikor így együtt szóval voltunk. Most meg már rá se ismernénk, mert kibővítették meg. Na, de aztán térjünk vissza itt a bulikra, a cégája, a terjón. Az egyik legjobb volt. Az egy tök jó volt, tehát így a Batthyány téren volt a indulás, ha jól emlékszem. De figyelj már! A cégáján volt az Oszcián, nem? Ott vannak az fellépők. De az a cégája után volt a még egy... A cégája az nem, az külön egy Akella koncert nem, volt. Nem, ami... ez volt, igen, azt akarom mondani, hogy ez az a cégáján több fellépő volt, de volt külön egy Akella. Külön egy akartam, Akella, most... igen, és az nem ez volt. Nem. Ez de a Vigadó, most ez engem is meglepett, de Vigadó téri kikötőből jön a hajó neve, a Hunyadi, és ez a Kalapács Démon Lord zenekar volt. Na ez, ami neked nem volt meg, arra emlékeznék, ez a Lacuna Coil, meg a Moonspell, és itt a Moonspell miatt, amiért mentünk. Igen, ez... Stratovarius Hammerfall az volt. És Krematori. Krematori az még neked nem volt. Nagyon egy csillog, 2000, picit emeljük. 2004-es valami. Krematori. Na most viszont az annyira jó, ez a Wigwam most, ha nem voltunk másikon. Az Wigwam most. Ez annyira jó buli volt, ja, nem tudjuk kinyitni. Aj, akkor döntsük meg. Szóval ez a buli, a krematori, annyira tök jó volt, ilyen kis tökre családias, azt tudni kell, hogy az énekes az egy olyan kétajtós szekrény kávé, és hörög. És annyira kis család, tehát azt hinnéd, hogy ő betölti az egész színpadot, ő bejön, és akkor mindenkit lesöpör, és akkor úristen, ilyen nagyságos isten az egész. Nem. Teljesen családias volt az egész hát koncert. Hát egy ilyen kis klubbuli volt, és általában, amikor klubbuli volt, akkor például ott voltak a zenekarok, a rajongók között, meg ilyenek, szóval nem volt az, hogy így elzárva. Nem volt azért, mert színpadon állt, és nem ott közöttünk, attól még nem tett különbséget, vagy nem tettek különbséget köztünk a zenekar. Igen. Szóval nagyon-nagyon közvetlen zenekarnak tűntek. Na és ha már hörgős zene, meg minden, akkor itt közvetlen kapcsolódik a túloldalt egyből megtalálható
a nagyon kapcsolódó Holiday on Ice című műsor. Holiday. Ezen is Igen. voltunk, ezt nem tudom, hogy hogyan jött nekünk, hogy ilyenre elmenjünk. A Lord of Dance az egyértelmű, az tudom, hogy mi volt. És ez meg már utazásra kapcsolatos. Ez az utazásra kapcsolatos, de akkor nálam nem volt Evergrey jegyem. És akkor az, amit oda készítettél az Evergrey-e kapcsolatosan. Vannak még amúgy koncertjegyek, amik nincsenek beragasztva, csak mondom. Igen. Mert idő hiányában, ahogy gyűjtöttük. Majd azokat, ha előkerülnek, akkor majd lehet, hogy bemutatjuk. De volt olyan Evergrey koncert viszont, ami egy ilyen kis buli volt. Az hol volt? Az Budapest való belvárosában. Kis buli? Erre gondolsz? Igen, klubbuli, de az való belváros. Vigvan. Ja, nem az valami külön valami klub volt valahol ott a Budapesten belül, mert így csodálkoztunk is, hogy hol. Emlékszel? Ilyen valami olyan volt, mintha valami iskolának a ilyen elő. Kávin tér, Fővám tér, soha nem tudom ezt a kérdést. Valahol ott Budapesten belül az a lényeg. Minden jött a 9 kerület körül. De az is egy ilyen nagyon jó kis családias hangulatú buli volt. Ja, fél órán keresztül próbálták a Molinót elhelyezni. Igen, aztán nem sikerült, de jó aztán buli volt. Aztán bejöttek a nélkül, hagyták a csába az egészet. És aztán, mint említettük, hogyha egy zenekart szerettünk, akkor a CD-ket megvettük. Hát ez az egyik a zenekar. És ez most az érdekes, hogy így külön megmutatja a CD-ket ennek a zenekarnak. Akarok egy, hogy milyen zenekarról van szó. Most mert, jó, hogy mondod, de itt van, látszik itt szépen. Mert hogy mennyire... érzékeltetni akarjuk, hogy mennyire megbecsülték akkor a zenekar. Találkoztunk velük ott személyesen, és a borítót, amiket kivettél, azt megmutattuk neki. Kivettük az összes borítót ebből a X darab CD-ből. Hány és darab úgy mentünk, a buliba, hogy elvittük az összes borítót, majd, hogy mi úgy gondoljuk, hogy majd aláírjak. Adok neked de is. Hogy volt autogram lehetőség. Nem vagyunk egy ilyen nagy autogram gyűjtögető, de akkoriban előfordult ezek szerint. És ebben látható is, hogy minden egyes CD alá van írva. De ennek mi a lényege? Is alá van írva. Ezt megmutatom közelről. Mondjad a lényeget. A lényege az az, hogy annyira örült, és ott teljesen el volt ájulva énekes, meg kezet fogott, meg megölelt, meg minden. Értékelte, meglátta, nagyon hogy, értékelte, az összes igen, hogy az összes megvan. CD borítót vittük, és hogy meg... Mert ez volt az első olyan buliuk, ami egy különálló buli, és szerintem azért lepődött meg. Lehet. Mert előtte nem volt. Ja, mert előzenekarként jöttek. Igen, előzenekarként volt, és akkor már egy kisebb klubba kerültek beleve, mert hogy mind főzenekarként jöttek. És szerintem az volt a meglepő, hogy ennyi CD-t szerintem lehet, hogy akkoriban még nem látott így Magyarországon. Egy kupacba rajongónál, és igen. Szóval, hogyha egy zenekart kedvelsz és szereted, és még most is adnak ki CD-t, mert már biztos van olyan, hogy nem, akkor hogyha teheted, akkor vedd meg szerintem. Hát most ez, hogy CD-t vegyem meg. Ilyen miatt esetleg, hogy ilyen autogramot, hogyha akarsz, de hát most már úgyis ilyen selfie fotók, meg ilyen a divat. Meg most már el lehet én. Hát igen, mert akkoriban mi, amikor mi mentünk buliba, mennyire más volt a mi életünkben a zenekar és a rajongó közti kapcsolat. Nem volt arra lehetőség, mint most, hogy ilyen napra készen látsz Instagramon követed őket, fotón, meg ilyenek. Hát még emlékszem, de mégis hogy... elérhetőek voltak, és nagyon tudták értékelni azt, igen. Hogy megvetted nekik az albumokat. Igen, és amikor én emlékszem tisztán, hogy a Moonspell-nél volt például az, hogy amikor megjelent az internet, úgy egyáltalán, akkor az a hatalmas kapu, az a nagy világ, ami kinyílt előtted, az az új világ, azt se tudtad hirtelen, hogy mire keressél rá. És én elkezdtem, hát ugye már említett nagy vámpíros, nem tudom milyen korszakomban, elkezdtem az ilyen vámpíros dolgokat keresni és gyűjtögetni, illetve akkoriban a Moonspell volt a nagy kedvenc, úgyhogy arról kezdtem el dolgokat gyűjteni, és ez az érdekes, most már volt, tisztán emlékszem, hogy volt egy A4-es fehér papír, rajta kinyomtatva a zenekar, vagy az énekesről egy fotó, a Fernando, és Szigeten, amikor ők felléptek, ezt a papírt vittem magunkkal, és ez lett aláíratva, igen. Tehát, hogy így ilyen gyűjtött
fotók is voltak, hogy ennek is már semmi értéke. Sőt, már nem kell gyűjteni, már ott van a szádban. Akkor még hogy örültünk, akkor annak a fotónak annyira örültünk, hogy egérpad lett belőle csinálva, akkor még nagy szám volt, hogy ilyen egérpadra nyomtatnak fotót. Az mondjuk nem az a fotó volt. Nem de... az, de hogy csináltunk ilyen fotót, és egérpadra rá volt nyomva, akkoriban jelent meg, az emlékszem, az egérpad. Igen, ez a pólónyomás. Még most is megvannak, megvan lenne a pincében. Ja, felakasztottam, mert már el volt koppalni. Hát eléggé elhasználtad. Ja. Hát szép volt, jó volt, az biztos, és mint látható, itt vagyunk, egyben vagyunk, pedig elég sok bulin voltunk túl, viszont a bulik azok mindig úgy zajlottak, hogy tény, hogy fogyasztottunk alkoholt, meg ittunk mi is italt, de azt mondhatjuk, hogy mértékkel. És balhéba nem keveredtünk. És soha szóval. Semmilyen balhéba nem keveredtünk, viszont... Egymás közti balhé. Olyan az volt? Az idő az teljesen megváltoztatta ezeket a dolgokat, a mai bulikat, hogyha azt nézem, hogy mi akkoriban, amikor mentünk ilyen, hogy motozás, én nem is nagyon rémlik. Hát ilyenek. Nem, hát akkor egyáltalán nem volt ilyen, hogy beléptető kapu, vagy nem voltak hívják. Ilyen, ami például volt. A zöld párdon, ahova mi már nem mentünk, egyszer voltunk, vagy kétszer. Ott már olyan van, hogy beléptető akármi, nem ott, meg hát talán minden, valami szülői igazolás is mindenhol már szigorítva lett ezek a csomagváltozások miatt, de viszont az a lényeg, hogy akkoriban az éjszakák is teljesen mások voltak. Azok a közbiztonság az, is igen, más tehát volt. Így most, hogy így elköltöztünk most a városból, főleg így visszanézünk, így néha-néha visszakövetünk a városba, és így látjuk, hogy mennyire más lett a jó ég minden. Igen, és például, ami nagyon érdekes, akkor nem volt jó, iratlan szabály volt akkor is, hogy 18 év alatt nem lehet inni, meg például egy kocsmába bementi, ott nem adtak inni. Csak a felnőttebbnek látszó személynek. De a mérték az mindig megvolt valahol. Sőt, emlékszel, az aranykorsóba elküldtek egyszer a csába? Igen. Mert hogy 18 év alatt nem szolgálnak ki, és hát, akkor nem hogy is ne, voltunk. Igen, a Moritzon, és akkor jártuk is körbe a kocsmákat, hogy igen. Hova engedjenek be, de nem engedtek be. Szóval volt ilyen, viszont olyan nem volt, hogy boltban nem vehetsz 18 éves kor alatt alkoholt. És milyen érdekes, hogy akkor is ugyanúgy tiltva volt, csak nem volt szabályozva rá, de akkor nem is volt rá szükség, nem mert nem volt ennyire, baj. Nem volt ennyire túl tolva, vagy túl szorakozva, vagy ahogy most van, amiket látni lehet. Hát. Most itt arra gondolunk ezzel, amikor végigmész a körúton mondjuk Budapesten egy hétvégén. Szóval az egy kicsit erős. Ezzel szemben mi, amikor az éjszakai járatokkal mentünk haza, miért borulsz rá? Nem, csak így ide jöttem hozzá. Amikor mi az éjszakai járatokkal mentünk haza. Igen. Ott például nem is volt ilyen, hogy ellenőr, meg biztonsági őr. Hát mondjuk ellenőr, biztonsági őr, biztos akkor nem volt. Akkor hozták be ezt? Hát nem voltak, jaja. Na de viszont most, hogy zárjuk le ezt a dolgot, mert és még sokáig, sokáig tartana. Folytatni. Amit amúgy amilyen ide bújtam így a dologba, az egészbe bele, így hozzá. Jó, nézd meg, milyen jól nézünk így. Így ez azért történt, mert hogy mindig kérdés állandóan, hogy hogyan, meg tényleg, hogy ilyen régóta, meg minden, és együtt vagyunk. És most, hogy így nézzük vissza a dolgokat, így előkerültek, szerintem eléggé alapja volt, pillére volt szerintem ennek az egész kapcsolatnak ez a sok együtt töltött buli, nem? Meg szórakozás, hát, a közös zenei érdeklődés, meg a közös ízlés. Még ha annyira nem is volt közös, mert én is sok zenét vittem a te életedbe, meg te is az enyémbe. Ilyen, mint például a Junkies, amit annyira nem csíptem, de mégis ott volt. Aztán például hallottam, hogy létezik olyan is, hogy Sandy. Azt is te hoztad az életembe. Igen, nagyon sokat hallgattam biztosan, nem, amúgy nem. Ezt én hallgattam, szóval én vállalom, én a Sandit évekig persze, hallgattam. Na de az a lényeg, hogy tényleg? Kapcsolat egyik pillére szerintem a sok pillér közül az egyik ez a közös zenei érdeklődés. És hogy akkor ott fiatalon együtt éltük ki magunkat és bulisztunk. Igen. És ez azért fontos egyébként, viccesnek hangzik, vagy nem olyan komolynak, de tényleg fontos szerintem is az, hogyha egyforma zenét szeressél a pároddal,
Mert ha itt már van eltérés, akkor már a buliba is máshová fogtok járni, és az már nem jó. Tehát lehet, nem hogy van, akinek jó és működik, de... Ők akkor máshogy érik meg a kapcsolatot. Nálunk ez úgy jó. Még a bulik is együtt voltunk, együtt kamaszottunk, nőttünk ki. És ennek köszönhető, hogy még mindig itt tartunk. Illetve majd ezek a bulis korszak után, mert ez ottan 2000 körül lezárult, ott már elég aktívan, mint említettem, már 97-től dolgoztam, szóval elég aktívan belépett az életünkbe az utazás, és arról fogunk majd a későbbiekben még majd beszélni. Amiből most volt egy-két pillantás, aki jól figyelt az albumba. Igen. Azzal kapcsolatos jegyek. Igen. És annyi, hogy ahogy mondta, hogy ő már elment dolgozni azokban a 90-es évek végén, én meg még suliba jártam, úgyhogy hát mindketten aludtam. Én órán aludtam, én meg a meló helyen, igen, mert annyit buliztunk. Voltak következményei, hétköznap sörkert, hétvégén a klubbulik, koncertek, klubbulik, koncertek, sörkert. Én meg ültem az iskolapadba, aztán nézett rám a tanárbácsi, azt én is néztem rá, csak nem bírtam nyitva tartani a szememet. És tisztán emlékszem olyanra, hogy így néz rám, kifejezetten rám, meg gondolom kiszúrta, hogy hát alszok el, és nézett, szugerált, és, de direkt azért, hogy ne csukjam le a szememet, hogy ébren marad, de nem bírtam, hiába nézett, nem ment, mert vele voltam előző nap. Buliba. Szóval zárjuk le azzal a gondolattal, hogy ha fiatal vagy és nézel, akkor érezd jól magad, járjál buliba, szorakozzál, koncertekre, meg ilyen helyekre is a gépek mellett, mert abból most nem sok van. Legyen valós személyekkel, élő emberekkel kapcsolatod, mert hogy az nagyon fontos. Valószínűleg azért van nekünk is ez a harmónia még az élete kapcsolatosan. Harmonika. Igen, mert hogy éltünk az életet úgy, ahogy az kell egy fiatalnak, de viszont hát nem biztos, mértékkel, és mindent mértékkel. Csak egy kupica. És ha már fiatalok meg lettek említve, akkor legyenek megemlítve a szülők is, ha már úgy ide téved egy szülő esetleg. Szerinted? A szülőknek meg megnyugtatásként annyit tudunk mondani, hogy látható, mi is eléggé aktívan éltünk és bulisztunk ifjúkorunkban, még akkoriban, de mégis benőtt a fejünk, most már kint vagyunk a kerbe, és kapálunk, meg földet művelünk, és most már eljött az este, mossatok fogat, és jó éjszakát, találkozunk a következő videóban. Addig is reméljük, hogy megtalálod azt a gombot, amit ottan van lent. Mi meg megpróbáljuk ezt a gombot megtalálni, hogy ne legyen hosszú az a felvétel.